szeretettel üdvözlöm a vendégeket, sajtó képviselőit, de mindenek előtt a tisztelt társulatot, kedves kollégákat. Rendkívül köszönöm és nagy megtiszteltetés számomra, hogy újra itt rendezhetek. Véleményem szerint egy olyan klasszikus mű, ami tele van kortárs felhangokkal, aktuális kortárs tematikával, problematikával. Hanvai Kornél átdolgozásában Goldoni eredeti szándékai és maga a fő cselekmény megmarad. De mivel hogy teljesen a mába van helyezve a történet, a miértek, hogyanok, a célok és az okok teljesen mást hangsúlyt kapnak és kortárs problémákkal telítődnek. Második jelenet, Leona Clary Sirio Lombardi Brighella Smeral Dénatokkal Dino Beatrice. Drágáim, elérkezett a csodálatos pillanat, jegyezzétek el egymást. És soha se feledjétek, hogy első a család. A két kántozott visszájtámad, megisszák a finom kávét, és amelyik lány tagja meghalt a ciántól, azt szolgálja ezentúl a másikra. Federico? Szép hagyomány. Bocsánat, azt szeretném kérdezni, hogy aki nem tagja egyik lánynak sem. Smeraldina, beletetted egyáltalán a ciánt? Mert ha nem, azonnal kirúglak.